azt hiszem, hogy ez is egy nagy dolog, hogy a színtere tulajdonképpen a magyar táncnak, zenének, muzsikának és egyáltalán a népművészetnek azt hiszem, hogy a legnagyobb színterem az iskola. A legnagyobb terítést végez, tehát a funkciója igazán megváltozott, de reméljük, hogy ebből a generációból majd olyan felnőttek válnak, akik ezt értik, tudják és az öntudatukba beépítik. Szempontjaink voltak a zsűrizésnél művészi hatás, ugye, hát ez nagyon érdekes fogalom, talán ez a legszubjektívabb. Annyit még hozzátennék, hogy én és zsűritársam, két nő, követjük ezt a hét elődöntőt, tehát tulajdonképpen egységes látásmóddal tudjuk vizsgálni a produkciókat, és megpróbálunk nem nagyon szigorúak lenni. A művészi hatást, azt mindenki tudja, és mindenkinek más tetszik. Most itt megjegyeznék egy-két olyan dolgot, hogy például a kis aranyos gyerek az lehet, hogy otthon jó, de egy országos szinthez kevés. És nem vagyok szigorú. A tánctechnika a következő, amiben úgy láttuk, hogy ma a legtöbb hiányosság van, és ez igazság szerint inkább a pedagógusnak a tudatos felkészítéséből adódott ezek a hiányok, tehát ebben hívjuk fel a legnagyobb figyelmet ma, hogy ebben kell nagyon-nagyon előrépni, előbbre menni. Miért és miért csináljuk, miért vagyunk itt, milyen figurát hova kötünk öntudatilag. Tehát nem látszik a színpadon, hogy egyáltalán tudatos ez a dolog, vagy nem. Például tartás ellen tartás, tudják-e, hogy mi az egyáltalán tért használat, kézláb koordinációja, tapsok, nem tapsok, csapok, nem csapok. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, és nagyon hozzátartozik ahhoz, hogy egyáltalán valami nagyon jól kinézzen. Aztán a következő táncfolklorisztikai hitelesség, azt hiszem, hogy ezzel van a legkevesebb probléma országszerte, mert azért, amit ide hoznak a pedagógusok, vagy egyáltalán, ha a gyerek választja, az azt hiszem, hogy nagyon pontosan ki van választva, és ebben nincs probléma, hogy esetleg egy-egy figura nem oda való. Következő az ének-zene, ritmika illeszkedésen, itt is ugye kijöttek azért a hiányosságok. Igazság szerint a zenekar a kötelező táncokban segítette a táncosokat, de a szabadon választottban nem annyira. Igazság szerint azt lehet mondani, hogy talán sok volt nekik. Ezen is el lehet gondolkozni, hogy egy zenekarral végig lehet ezt csinálni. Táncosok teljesítménye az átlagosnak mondható. Probléma még országos szinten is, azt hiszem, a szabad tánc improvizáció tényleges megléte. Ugye hát ezt mindenki tudja, hogy mit jelent. Darabokat teszünk egymásba és azt ismételgetjük, vagy úgy tűnik, mintha abszolút meg lenne szerkesztve vagy koreografálva. Na ez azért látszik a gyerekeken, mert ugye mindent bele akar tenni, és ettől szellemi és játéka és a stílusa is egy kicsit elmászik. Tehát a pedagógusoknak felhívnám a figyelmet, hogy többet kell improvizáltatni a gyerekeket, hogyha azt szeretnénk, hogy természetesen jöjjön belőlük ez a pont abban a pillanatban, abban a két percben. Aztán a következő még a stílus értelmezéséről azt hiszem, hogy most már tényleg kéne egy országos fórumot nyitni, hol a határ, hol vannak a gesztusok, hol vannak azok a mozdulatok, amik még jelleleznek egy-egy vidéket. Még egy-két gondolat. A kötelező és szabadon választott táncok között érdekes módon országos szinten a kötelező felé hajlik a mérleg. Ez is nagyon érdekes. Úgy látszik, hogy az sokkal nagyobb alapossággal készült föl mindenütt. Azt lehet mondani, hogy mindenütt. Itt az improvizációval nem volt olyan nagy probléma, inkább a szabadon választott táncokban. Úgy tűnik, hogy a pedagógusok megijednek, és előre szeretnék azt látni, és nagyon kötöttnek tűnik. Aztán öltöztetés, ez ugyanolyan szép volt, jó volt, mint a folklorisztikai hitelesség, tehát ezzel nem nagyon van probléma. Mondjuk mi szerencsétlenségünkre nem nagyon szeretjük ezeket a hatalmas, nagy és egyre nagyobb csatokat, fényes, nem csillogós, akármiket a hajba, szerintem el lehet hagyni.
de lehet, hogy más úri másképp vélekedik ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy divattá vált. Kicsit túl van dimenzionálva, van, akinek akkora van, vagy olyan fényes, hogy nem lehet más látni, tehát elmondja a figyelmet. És nem biztos, hogy a paraszti kultúrához ez ennyire hozzátartozik. Még egy dolog, ami nagyon jó lenne, hogyha felszabadult volna egy-két gyerek. Érzelemmel teli felszabadult táncolást nagyon keveset láttunk, és szerintem ez pont azért van, mert megkötés a megkötöttségtől. A gyereket igen, még egy-két dolgot mondanék, egy-két olyan dolgot, ami közérdekű. Az első az, hogy a Magyar Táncművészeti Főiskola pótfelvételt hirdet, 14-15 éveseknek táncművészeti szakon, jelentkezési határidő április 30, pótfelvételi május 16. Hát talán láttunk egy-két olyan fiút, aki szívesen látnának a felvételin. Még egy üzenet talán, mert Kovács Norbert Cimbi jött velünk három alkalommal, és ő felhívta a figyelmet olyan dologra, hogy természet közeliség, erő, esetleg fizikailag kéne kicsit terhelni a gyerekeket ahhoz, hogy jól át tudjanak csapni a csizmájukra, de nem úgy, hogy kajakból, hanem egyszerűen bennük van ez az erő. Tehát, hogyha valaki gondolja, akkor kis őszre szerintem utalja be magát a nyáron. Attól függetlenül, hogy most úgy érzitek, hogy ez talán negatív volt, én azt mondom, hogy olyan kultúrát ápoltok, és ápolunk közösen, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a kis nemzet fennmaradjon, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a pedagógusoknak, gyerekeknek, szülőknek és a rendezőknek, hogy itt lehettünk. Viszontlátásra!